A PIKEK számításai szerint az elszálló energiaárak, a tomboló aszály és a gyenge gabonatermés miatt akár 30-40%-kal is tovább drágulhat a kenyér. Az Alföldön nagyon gyenge betakarítási eredményekről lehet beszélni. A Dunántúlon viszont jelentősebben és nagyobb mértékben takarítottak be a gazdák. Az ország búzája nincs veszélyben. A költségnövekedés, a kánikula és a gyenge termés miatt komoly nehézségekre lehet számítani, jelezték az általunk megkérdezett szakemberek. Ennek az együttes hatása azt jelenti, hogy sajnos az élelmiszerár emelkedéseknek messze nincs végük. Én úgy gondolom, hogy minimum még egy 30-40%-kal nőni fog a pékségi termékek ára. A Technológiai és Ipari Minisztérium arra emlékeztetett, hogy augusztus 1-től továbbra is rezsicsökkentett áron juthat áramhoz a gázhoz, mintegy 100 ezer mikrovállalkozás, amelyek az energiát már jelenleg is az egyetemes szolgáltatás keretében egyetemes szolgáltatási áron vételezik. Hozzátették, ezek a vállalkozások az év végéig szolgáltatót is választhatnak.